Elől mutattuk meg ismét, mert az első negyed órában gyakorlatilag ő tartotta szinte a lelket a debreceni csapatában. Nem sokkal később, nagyjából fél perc telt csupán el, és egy egészen hátulról építkező támadás után végül is Szignyevics lőtt fölé mellé, de ez is jelezte, hogy a fehér oroszok mindenképpen beszeretnének találni. Rögtön egy újabb egy perc elteltével Novakovicsnak ezúttal már bele kellett ütnie a labdába, hiszen Alexander Valackó eltalálta a kaput, illetve hát, hogy egész pontosan Novakovicsot. Ez is egy szép támadás volt egyébként, de jellemző volt az első 10-15 percre, hogy a debreceni védők eltolódták a védekezést. Megint csupán egy perc telik el, Korhut feje fölött szállt át a labda, azonban ebből sem volt gól, de Novakovics nem véletlenül teremtette le elsősorban Korhutot, aki nyugodtsággal szemlélte az eseményeket, de az volt a szerencséje, hogy Szignyevics belsőzése elkerülte a debreceni kaput. Aztán az első hazai helyzet a 22. percben, ekkor még a pályán volt René Mihelics, az ő szöglete után fejelt fölé Ibrahime Sidibe. 5,5 méterről remekül bújt ki, de nem találta el a kaput. És aztán a találkozó legnagyobb helyzete a 37. percben, amikor is Cserny kiejti a labdát, és ott van ugyan Máté, de hiába van ott, nem tudott már csak bele kapni a labdába hirtelen, és aztán Kagus óriásit ment a Bate Borisov gólvonaláról. Egészen elképesztő helyzet, és a legnagyobb, az eddigi legnagyobb a találkozón. És aztán még a végén, a 44. 45. percben Sidibe kapja meg a labdát, elindul, és aztán Bódi Ádám jól cselezett befelé, de a tekerése nem ment igazán szélre, és ezt viszonylag könnyedén Csernik, hát úgymond lenyelhette. Bódi Ádám ugye csereként állt be, hiszen az első félidő felénél megsérült a szlovén René Mihelics. Szép lett volna, hogyha Bódi egyből bet a mérkőzésen. Következzen a találkozó összefoglalója, a második félidő. Ugye az 55. percben egy debreceni sarokrugás után Csernik, a vendége kapusa, húzta el Sidibe lábát. Teljesen egyértelmű büntetőhöz jutott át a Loki. Itt láthatjuk a legjobban, Sidibe megtolja, Csernik pedig már a szenegáli támadó bal lábát tudja csupán elhúzni. A második nagyon-nagyon veszélyes Loki szöglet volt jobb oldalról, és ez már egy büntetőt is hozott a hajdúságiaknak. A 11-es pedig maga a sértet végezte el Ibrahime Sidibe, tehát ezúttal is betalálta Bate Borisovnak. A büntetője tökéletes volt, hiszen Csernik hiába érezte az irányt, nem tudott odaérni a sarokra. Ezzel a góllal tehát megszerezte a vezetést az 56. percben a Debrecen együttese. Innen láthatjuk igazán, hogy mennyire jól rúgta Sidibe ezt a büntetőt. És pár perc telt el csak csupán, amikor Sidibe passza után Szakály bődületes ballábas lövést eresztett el, és ekkor Csernik, a vendége kapusa, valamit jóvá tett az előző hibájából, mert ez nagyon nagy bravúr volt. Szakály szerezhetett volna tehát volt, és aztán a hosszabbításban jártunk, amikor a Loki előtt adódott megint egy helyzetet. A Bate rúgott szögletet, azonban a debreceniek remekül lekontrázták ellenfelüket. A két cserember Huodla passza után Szejdi azonban addig-addig húzogatott, amíg előbb Csernik berúgta a labdát, majd fölé emelt. Nagyon nagy kár érte, mert ez óriási megkönnyebbülést jelenthetett volna a Debrecen csapatának. Persze az, hogy a kontrát végigvitte Huodla és Szejdi, az gyakorlatilag mintaszerű, de hát azért nem 10-ből 10-es a befejezés, mert nem lett belőle újabb gól. Egyáltalán többet húzott Szejdi, de hát nyilván innen fölülről meg kívülről könnyű okosnak lenni. Minden esetre nagyon nagy kár ért, azt egyértelműen megállapíthatjuk. A Bate Borisov együttesét megvan tehát.